Sziasztok! Ez itt a vadonatúj videósorozatunk a Kontextus YouTube csatornáján, valamint a politikai hobbista Rumble csatornáján. De itt most nem politikai tartalmakkal fogtok találkozni, hanem a közéletben gyakran előkerülő, fontos, sokkal érdeklő témákkal, az áfától kezdve Kína felemelkedésén át, a hegymászó balesetekig. Szóval mindent is megtudhattok majd. Ezért is a címe a valóság ezer darabja. Első alkalommal egy mostani aktuális nagy portkavart esemény az ukrajnai Noha-Kahovka gát felrobbantása kapcsán mutatjuk be a világ eddigi legnagyobb gátszakadásait. Egy gátnak számos előnye van. Folyókat szabályozhatunk vele. Ivó- vagy öntözővízhez, de akár villamos energiához is juthatunk. Az előnyök mellett persze számos veszélyt is rejt magában egy gát, még úgymond nyugalmi állapotában is. A gát mögötti völgyet eláraszthatja a víz, a közeli települések veszélybe kerülhetnek, nem beszélve a helyi élővilágról. És ez még csak gátszakadás sem kell. Az ukrajnai gátrobbantás azonban rávilágított arra a tényre, hogy ez a viszonylag egyszerű objektum mekkora károkat is képes okozni, ha megsérül. Lássuk az elmúlt 200 év legnagyobb gátszakadásait. Egyáltalán nem meglepő, hogy a listánk első katasztrófáját főleg anyagi okok idézték elő. Pénzt akartak spórolni, ez pedig 139 ember életébe került. 1864-ben több malom tulajdonos elhatározta, hogy gátat építenek a mill folyó dúzzasztására. Mivel pénzt akartak spórolni, a gátat maguk építették meg az egyik tulajdonos egy mérnöki képzettséggel nem rendelkező férfi tervei alapján. 1874 májusában, miközben a víztározó megtelt, a gát átszakadt. Több mint két milliárd liter víz szabadult el, amely háztetőket, sziklákat, állatokat, fákat, bútorokat és embereket sodort magával. Az áradás négy közeli várost teljesen elpusztított. Az áldozatok fele Kanadából és Írországból vándorolt be, legtöbbjük nő, gyerek vagy idős ember volt. 139-en vesztették életüket néhány ember hanyagsága miatt. Bármennyire is szeretnénk azt hinni, hogy katasztrófák csak távoli országokban történnek, ez sajnos nem igaz. Az 1879-es szegedi nagy árvíz alatt 151 ember vesztette életét. 1879 márciusában a Petresi dőlőnél a Tisza mintegy 255 cm szélességben átszakította a gátot. 806 cm volt az akkor mért legnagyobb vízállás, amit a töltés már nem bírt elviselni. Közel 40 méteresre duzzadt a töltésszakadás, amely azért volt nagy probléma, mert ezáltal Szegedet teljesen váratlan irányból északról kezdte el bekeríteni az ár, ami hatalmas károkat okozott a városban. Palánk, azaz a mai dóm környéke kivételével gyakorlatilag az egész várost 3-4 méteres víz fette. Akkoriban 5-6 ezer épület állt Szegeden, melyeknek csupán 5 a maradt éppen. A város lakóinak 90 a hajléktalanná vált a katasztrófát követően. A gátszakadás után 186 napra volt szükség ahhoz, hogy a Tisza visszahúzódjon a medrébe. Szegeden a katasztrófa emlékét többek között a város legismertebb jelképe a Dóm őrzi. A nagy árvíz után fogadalmat tett a város, hogy épít egy templomot, amely mindig emlékeztetni fogja a város lakókat az árvíz pusztítására. Az építkezés 50 évig tartott, 1930. október 30-án szentelték fel a magyarok nagyasszonya székesegyházat. A szegedi árvíz katasztrófában 151-en vesztették életüket. Nem volt emberi mulasztás vagy hanyagság. A víz áttörte a korhoz képest átlagos, mai szemmel nézve viszont kezdetleges gátat. A katasztrófában 240-en vesztették életüket. Az angliai Dale Dyke gátat azért tervezték, hogy ivóvizet biztosítson a közeli Bradfield falu számára, valamint a tározó több helyi malom számára is biztosította volna a folyóvízellátást. A gát 1864 márciusában az első feltöltése közben szakadt át egy heves vihar hatására. A becslések szerint 3 millió köbméter víz söpört le a Loxley völgyön, elöntve a környező településeket. A víztömeg mindent elpusztítva, ami az útjába került, több városon is áthaladt, mielőtt Sheffieldig jutott volna. Itt az áradás már 1,8 méteresre emelkedett. Házak, kocsmák, gyárak és más épületek láttak a földdel egyenlővé, és legalább 240 ember vesztette életét. Nemrég történt, ezért sokan talán még emlékeznek is a 270 ember életet követelő braziliai gátszakadásra, ami mérgező anyaggal árasztotta el a környéket. A braziliai Brumadinho gátat nem azért építették, hogy öntözésre vagy fogyasztásra szánt vizet tároljon. Célja a vasérc kitermeléséből származó mérgező anyagok visszatartása volt, így több millió tonna mérgező iszappal volt tele a tározó. Ú, uh, ez már most elég rosszul hangzik. Amikor 2019. januárjában a gát átszakadt, a mérgező hulladék elárasztotta a közeli farmokat és falvakat, 270 ember halálát okozva. Az áldozatok többsége a bánya alkalmazottja, illetve a közeli falvak és épületek lakói voltak. Idén száz éve annak, hogy 356 ember veszett oda pusztán azért, mert valakik költséghatékonyan akartak gátat építeni. A Gleno gátat 1916-ban kezdték építeni azzal a céllal, hogy vízenergiával lássa el a környéket. A gát eredeti tervein építkezés közben változtattak pénzhiány miatt, végül egy több éves vasbeton szerkezetet emeltek. A gát 220 méter hosszú és 46 méter magas volt. 1923. decemberében, körülbelül 40 nappal azután, hogy először töltötték fel teljesen a tározót, a gát egy 80 méteres szakaszon összeomlott. A kiszabaduló víztömeg elsodorta a környező falvakat, erőműveket, hidakat és épületeket. Mintegy 21 kilométeres szakaszon pusztította a folyam. A vizsgálatok később megállapították, hogy az építéshez használt beton gyenge minőségű volt, mindez pedig egy az első világháború alatt használt hálóval erősített. Meg. Ezen felül a gát rosszul illeszkedett az alaphoz, és a beton sem volt teljesen megszilárdulva, amikor feltöltötték a tározót. Ez a hanyagság 356 ember életébe került. Franciaország komoly kockázatot vállalt, amikor megépítette Európa legkeskenyebb falu gátját. Ez a hiba 423 ember életébe került. A Malpassé gát Kántól 20 kilométerre a Rejlán folyó völgyét elzárva épült, hogy a vízhiányos nyári hónapokban is el tudják látni a környező településeket. A több bívű gát 222 méter szélesen ölelte a szurdokszerű völgyet, tervezett kapacitása 50 millió köbméter volt. Európa legkeskenyebb falu gátjaként az 50 millió tonnányi vizet tulajdonképpen egy tojáshéj erősségű betonfallal tervezték visszatartani. 1959-ig a tározó még félig sem telt fel, és szépen el is látta feladatát míg a novemberi esők vízhozama hatására úgy 30 centi híja volt a túlcsordulásnak. December másodikán nagy magasságban vízszivárgást, majd nem sokkal később a talpánál repedéseket észleltek, ezután a gát átszakadt. A 40 méter magas és 70 km per óra sebességgel meginduló víztömeg első áldozata a közelben épülő autópálya hídja volt, majd az arra futó vasútvonal 3 km-es szakaszát tette a földel egyenlővé. Elsodort négy transformátorállomást, ellepte a közeli frezsűvároska városka házait, ezzel 423 ember halálát okozva. Végül a víz nagy része a szomszédos haditengerészeti repülőtéren átérkezett meg a tengerbe. A sodrás a gát falának néhány több tíz tonnás elemét majdnem az autópályáig 1200 méterre sodorta. A katasztrófa után új gátépítési módszereket dolgoztak ki, a gátszakadást figyelő, előrejelző és megelőző berendezések pedig sokkal elterjedtebbé váltak a 423 ember életet követelő katasztrófa után. Emberi hanyagság vagy természeti katasztrófa. Bárhogy is nevezzük, 600 ember életébe került. Az 1926-ban elkészült 21,3 méter hosszú Szent Ferenc gát, ami Los Angeles-től kb. 64 km-re feküdt, azzal a célra épült, hogy vizet tároljon a város vízvezeték hálózata számára. Nem egy kimondottan óriási építményről beszélünk, hiszen a betonszerkezet alig 62,5 méter magas volt. A gát főmérnöke William Mulholland autodidakta mérnök volt, akinek több gát építésében is volt már tapasztalata, bár korábban nem épített még betongátot. Ez sem túl gerjesztő. De a történethez az is hozzátartozik, hogy a gát magasságát az építésekor 6 méterrel növelték, ez pedig komoly hatással volt a gát teljes szerkezetére, amit nem igazán vettek figyelembe. A gát a San Francisco kanyonban helyezkedett el. A kanyon falainak geológiai instabilitása miatt a gát falain repedések kezdtek megjelenni. Ezeket teljesen nem állították helyre, mivel a legtöbb sérülést a mérnökök normálisnak tartották. 1928. március 12-én azonban a gát falai nem tudták megtartani a vizet, a gát összeomlott, és több mint 47 milliárd liter víz kezdett lefolyni a kanyomba. A körülbelül 43 méter magas hullámok megindultak a közeli területek felé, és nagy károkat okoztak. A katasztrófára válaszul Kaliforniában új jogszabályokat vezettek be, amelyek előírják a gáttervek független felülvizsgálatát az építés engedélyeztetése előtt. A katasztrófa után arra is rájöttek, hogy építés előtt komoly geológiai vizsgálatokat kell végezni, hogy a gátak biztonságát garantálni lehessen. 600 ember adta az életét, hogy ez kiderüljön. Ebben az esetben egy klasszikus gát kontra természet katasztrófáról beszélünk, ami 608 ember életet követelt. 1802-ben a Spanyolország délkeleti részén található Puentes gát volt az ország leghosszabb gátja. 286,5 méter hosszú és 50 méter magas volt. 1802 márciusában heves esőzések kezdődtek, április végére pedig úgy tűnt, hogy a gát a túlcsordulás szélén áll. Bár hoztak vészhelyzeti intézkedéseket, de az esőt és az áradást nem lehetett megfékezni. A gát átszakadt, és egy 12 méter magas vízáradatot szabadított fel, amely egyenesen a közeli Lorka település felé tartott. Az árvíz több mint 800 házat, valamint számos ipari és gazdasági épületet pusztított el. A tragédia 608 ember áldozatot követett. Az 1650 halálos áldozatot követelő rúrvidéki gátszakadások részben hasonlítanak a mostani ukrajnai esethez. A második világháború egyik közismert momentuma a rúrvidéki gátak elleni támadás volt. A hadművelet célja az volt, hogy a brit királyi légierő elpusztítsa, vagy legalábbis jelentős károkat okozzon azon a területen, amely már akkor is a német ipar egyik fellegvárának számított. Az eredeti terv szerint mindhárom gátat el kellett volna pusztítani, de csak kettőben sikerült kárt tenni. Ezek az éder és a gát voltak. A szorpegát túlélte a támadást, mivel nem betonból készült, mint a másik kettő, hanem földből, ezért sokkal nehezebben lehetett átszakítani. A bevetésen 133 brit pilóta repült, és közülük 53-an meghaltak. A 330 millió tonna víz 10 méter magasan és 24 km per órás sebességgel árasztotta el a vidéket. A támadásban legalább 1650 ember halt meg, ebből 70 holttestet az Éder, 1580-at a Mőnegát kiáradó vízének az útjában találtak meg később. A legrosszabbul néhány városa járt, ahol közel 800 ember lelte a halálát. Közülük 493-an a Szovjetunióból ide munkaszolgálatos nők voltak. A német halottak és eltűntek száma 545 volt. De nem csak németek vesztették életüket, 749 holland, ukrán, francia és belga munkás és fogoly halt meg, vagy eltűnt. Érdekesség, hogy az angol légierő úgynevezett pattogó vagy ugráló bombákat alkalmazott a gátak bombázása során. Ennek alapelve az volt, hogy egy hordó alakú és nehéz bombát, ha vízre dobnak, akkor tovább pattog a víz felszínén, majd elsüllyed ezzel egyrészt kikerüli a torpedóhálókat, másrészt a süllyedés után komoly károkat tud okozni, mivel fizikai okok miatt a víz alatti robbanás teljes ereje a gátat éri. Az esetről film is készült 1955-ben, a gátrobbantók, vagyis a Dan címmel. Még ma is élnek olyan emberek, akik testközelből tapasztalták a 63-as olaszországi katasztrófát, amiben megközelítőleg 2500 ember vesztette életét. Annyira tragikus, annyira szokatlan ennek a gátnak a története. A Vajont folyó völgyében található Vajont gát a világ legmagasabb gátjai közé tartozik. A gátat már nem használják, de még mindig tökéletes formában áll, mivel szerkezetileg soha nem on. Össze. A területen volt néhány kisebb földrengés, de a gátat ezek nem érintették. 1963. októberében, amikor a tározót vízzel töltötték fel, földrengés rázta meg a területet, és körülbelül 260 millió köbméternyi kőzettörmelék omlott a tározó. A keletkező hullám átbukott a gáton, majd közel 300 métert zuhant a völgy talpig. Úgy képzeljük el, mint egy cunamit a hegyekben. A víztömeg becsapódási helyén 60 méter mély és 80 méter széles krátert vált, majd a 140 km per órás sebességgel haladó víz és sziklatömeg letarolta a Piáve folyó völgyének mélyebb részeit, beleértve a környékbeli falvakat. Az áldozatok számát nem tudják pontosan, mivel az akkori olasz kormány és a gát állami üzemeltetője érdekelt volt az áldozatok számának alábecslésében, de a különböző tudósítások szerint 1900 és 2500 között lehetett a halottak száma. Ennél a gátnál nem volt sem gát sem emberi mulasztás. Mindössze annyi történt, hogy a természet szokatlan módon játszotta ki az embert. A feljegyzések szerint itt pontosan 2209-en vesztették életüket. Van az a szintű vagyon, amikor tavat vásárolsz magadnak, meg az, amikor építetsz egyet. A lék Konema a pont ilyen volt. Johnstown-tól 24 kilométerre mesterségesen duzzasztottak egy tavat a helyi előkelőségek és gazdag iparosok számára, amit a South Fork Fishing and Hunting Club kezelt. Magyarul egy elitklub. Ahogy azt az 1800-as évek végén szokták, a tóhoz tartozó gátat földből és kövekből készítették. Ha most azon gondolkodsz, hogy ez vajon mennyire volt biztonságos, akkor a kérdés jogos. Voltak rajta apróbb szivárgások, de ezeket mindig kijavították. A történethez hozzá tartozik, hogy az eredeti gát még 1852-ben épült, azonban alig egy évtizeddel az elkészülte után részben átszakadt. Majd 1872-ben egy Benjamin Raff nevű férfi megvásárolta a gát maradványait és megjavította azt. 1889-ben egy különösen heves vihar elöntötte a területet, és a gát az év májusának utolsó napján átszakadt. A vihar mellett részben a RAF által végrehajtott módosítások is felelősek voltak a katasztrófáért, amelyben 20 millió tonna víz zúdult a völgybe, egyenesen Johnstown irányába, és 2209 ember halt meg. Ennél a gátszakadásnál sincs pontos adat a halálos áldozatok számát illetően, de a szakértők szerint akár 25 ezeren is életüket veszthették a katasztrófában. A Machu 2-es gát India északnyugati részén helyezkedett el, nem messze a Machu folyótól. 1979. augusztusában a szakadó monszun esőzések eláztatták a tartományt, a folyó pedig annyira megduzzadt, hogy a Machu Kettő gáton kénytelenek voltak megnyitni az árvíz kapukat. Ezeket a kapukat kimondottan az ilyen esőzések miatt alakították ki, hogy védjék a szerkezet épségét. Ez azonban nem volt elég. A szerkezet tönkrement, a környéket elöntötte a víz, és a 10 méter magas hullámok. A közelben lévő Morvi nevű kisvárost percek alatt sodorta el a víz. Pontos adatok nincsenek, de becslések szerint 25 ezer ember vesztette életét a Morvi gát átszakadásakor. Mielőtt rátérnénk a világ legnagyobb gátszakadására, ami inkább nevezhető természeti katasztrófának, nézzük meg azt a három magyar esetet, amelyek nem kerültek fel a listára, de mindenképpen fontos megemlítenünk őket. A Duna Magyarországi szakaszán 1954. júliusában áradás kezdődött. A legveszélyesebb helyzet a sziget közben alakult ki, ahol július 8-án elrendelték a legmagasabb fokú készültséget. Július 15-én és 16-án azonban Ásványrárónál, Kisbodaknál és Duna Kilitinél átszakadt a gát, és 550 millió köbméter víz zúdult ki a folyóból, elöntve a sziget köz jelentős részét. Július 20-án Győr révfalut is elöntötte a víz. 30 ezer embernek kellett elhagynia az otthonát, de mivel időben elkezdték az evakuálást, ennek a katasztrófának nem voltak halálos áldozatai. A Körösök hegyvidéki vízgyűjtő területére 1980. júliusában 175-211 mm csapadék hullott, melyből jelentős árhullámok keletkeztek a Körösökön és a Berettyón. A Körösvölgyi járvíz alkalmával példátlan hevességű volt az áradás. A fekete Körös vízszintje 36 óra alatt több mint 9 méter emelkedett. A Sebeskörös jobb parti töltése 3 egymáshoz közeleső helyen átszakadt, és 35 millió köbméter víz ömlött ki, 2175 hektár nagyságú területre. Július 28-án a kettős körös jobbparti töltése mezőberény térségében előjel nélkül átszakadt. A szakadás rövid idő alatt 78 méter szélességűre növekedett, és a kiömlött 208 millió köbméter víz 105 négyzetkilométer mezőgazdasági és lakóterületet öntött el. A veszélyeztetett területekről tarhos Újladány és Bélmegyer 4086 embert telepítettek ki. A szervezett árvízvédekezésnek köszönhetően az érintett települések végül megmenekültek a pusztulástól, és a katasztrófának szerencsére itt sem volt halálos áldozata. 2010. október 4-én átszakadt a Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi ZRT tulajdonában lévő Ajkai Timföld gyár Kolontár és Ajka között létesített vörösi szab tárolójának gátja. A kiömlő több mint egy millió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Tevecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Az erősen lugos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri kistérségben. Tíz ember meghalt, és a sérültek száma több mint 150 fő volt, míg 390 főt ki kellett telepíteni. A katasztrófa kipusztította a tornapatak teljes élővilágát, valamint erre a sorsra jutott a marccal tornatorkolata alatt fekvő része is. Az akkori magyar kormánynak összesen 38 milliárd forintjába került a vörös iszap katasztrófát követő károk helyreállítása. Nos, ennyire informatív tartalmakkal, mint amit ebben a gátszakadásos videóban is igyekeztünk átadni nektek, ez idáig tán csak Friderikusznál találkozhattunk. De mi most megpróbáltuk felvenni a versenyt. Nézzük hát a világ eddigi legnagyobb gátszakadását. Ez volt a világ eddigi legsúlyosabb gátszakadása. A halálos áldozatok száma 26 ezer és 240 ezer fő közé tehető. 1975. augusztusában heves tájfun sújtotta a nyugat-kínai Henan tartományt. A tartományban egy hatalmas, 118 méter magas gát állt a Rúf folyón magasabb, mint a szabadság szobor talapzattal együtt. Ezt a gátot vasgátnak nevezték, véletőleg az áttörhetetlensége miatt. A gát célja az volt, hogy öntözést biztosítson a közeli mezőgazdasági területek számára. A gát által létrehozott víztározó kapacitása 600 milliárd liter volt. Az 1975-ös Nína tájfun alatt három nap alatt 140 cm eső esett egy olyan területre, ahol normális esetben egy egész év alatt 81 cm szokott esni. A Banki ógát átszakadt egy 10 méter magas és 11,3 km széles özönvizet szabadítva fel. Itt most álljunk meg egy pillanatra és képzeljük ezt el. 10 méter magas özönvíz 11 km szélesen. Elképesztő mennyiség. Összesen 1,7 milliárd köbméter víz szabadult el, átlagosan közel 50 km per órás sebességgel. A halálos áldozatokról nehéz pontos adatokat találni, de egy becslés szerint akár negyedmillióan is meghalhattak. Ezek voltak a világ legnagyobb gátszakadásai. Bár a természeti katasztrófákra nem mindig lehet felkészülni, bízunk benne, hogy ha más nem is, legalább tanulunk belőlük. Ha tetszett az összeállítás, mindenképp nyomj egy lájkot, like iratkozz fel, kommentben pedig írd meg, hogy legközelebb milyen témáról néznél szívesen videót.